az egyik legjobb NB3-as csapat érkezett hozzánk a mai kupamérkőzésre. Próbáltunk szervezettel játszani, próbáltunk egységesek maradni, próbáltuk megnehezíteni a dolgokat, ami úgy gondolom, hogy 100%-ban sikerült is. Igaz, az előrejátékunk nem volt megfelelő, de azt gondolom, hogy szoros eredmény született, és a srácok kihozták magukból a legtöbbet. Jól kezdtük a mérkőzést, voltak lehetőségeink, gólt is tudtunk szerezni az elején. Utána egy kicsit kiengedett a csapat, vagy inkább azt mondom, hogy a védelmünk ugyanazokat a hibákat elkövette, amit bajnoki mérkőzésen, hogyha az ellenfél nem tud helyzetbe kerülni, akkor mi majd segítünk nekik. Ebbe a 20-25-30. Perc környékén nagyon élen jártunk, de én úgy gondolom, hogy azért összességében semmi nem veszélyeztette a továbbításunkat a kupába. Jó kis küzdős mérkőzés volt, örülök neki, hogy olyan játékosoknak is lehetőséget tudtunk adni, akik sérülésből jöttek vissza, vagy éppen még most csatlakoztak a kerethez, és kevesebb játékperccel rendelkeztek a felkészülés folyamán. Természetesen nem vagyok elégedett a játékunkkal, hiszen ennél tudunk mi sokkal jobban is játszani, de további sok sikert kívánunk a Salgó Tarjának. Azt hiszem, hogy megérdemelt volt a továbbításunk.